A vállalkozók, mint adófizetők és mint foglalkoztatók fontos szereplői a városnak, fogalmazott Szabó Péter. Paks polgármestere a nagyadózók számára rendezett találkozón beszélt arról, hogy a város kiemelkedően magas adóerő képessége annak köszönhető, hogy Pakson működik az ország egyetlen atomerőműve. Működtetőjével az MVM Paksi Atomerőmű Zrt-vel tavaly sikerült megállapodást kötni az építmény vonatkozóan, így az adó mértékét 3,6%-ról 2,2%-ra csökkenthette az önkormányzat. Tavaly a város helyi adóbevétele 7 milliárd 700 millió forint volt. Ennek a 7 milliárd 700 milliónak az 54 a iparűzési adó, ami igazából a jelentős bevétel, 43% az építményadó, amely szintén a, természetesen a vállalkozókhoz és az itteni ipari befektetésekhez kötődik alapvetően, a maradék pedig a kommunális adó, gépjárműadó és egyéb adóbevételekből keletkezik. A magas helyi adóbevételek lehetővé teszik az intézmények színvonalas működtetését, a szükséges fejlesztések megvalósítását. A múlt évben megvalósult az idénre tervezett beruházásokról Szabó Péter Beszél beszélt azon vállalkozások képviselői előtt, amelyek kiemelkedően magas adóösszeggel járulnak hozzá a város adóbevételéhez. Én mi mióta az ipari parba költöztünk 2001 óta, rendezett körülmények vannak, a város gondoskodik az infrastruktúrális fejlesztésekről, hogy az ipari park Kft. által, amit kérünk, abba a partnerek, tehát én abszolút pozitívan tudok a, városról vélekedni. Vince Károly 20 éve érdekelt cégvezetőként Pakson. A cégvezető szerint jelenleg a munkaerő hiány jelent problémát, ami a jövőben még komolyabb kihívást jelent Pakson, amely, ahogy fogalmazott, robbanásszerű változás változások előtt áll.